Ez egy nem úgy van, hogy most leültünk, összejöttünk, és mint Pallas Athéné, Zeus fejéből kipattantunk, és akkor készen van minden, ez nem így működik, sehol nem így működik, de itt különösen nem, tehát ez, amit van, ez egy, ha úgy tetszik, játékszer, amit demonstráljuk, hogy fog kérdezni. Most dolgozunk be, ezen az úgynevezett iterációkért, vagy a 15-15 projekten, ami már sokkal többet fog tudni, még mindig nem fog minden, de sokkal többet fog tudni, nagyobb lesz, látszeme lesz neki, látni fog, lesz neki agyaenyek, vagy akik ennek egy tárgyal. Lesz neki fedélzeti számítógép rajta, valószínűleg azt még nem tudjuk pontosan, azt most vagyunk abban a fázisban, hogy ezeket eldöntjük, a kérdéseket, vagy egy laptopot teszünk rá első körbe, ami nem a végleges lesz, mert a világon nem laptop fog kimenni. De lehet, hogy már most teszünk rá egy olyan fedélzeti számítógépet, ami már nem lehet, hanem picit közelebb van a valóság. Ezzel szeretnénk készen lenni, hogyha a tervek szerint ősz elejére valamikor, de ez mindig ugyan, ez egy elég komplex fejlesztés már, ehhez modellezünk leszállóhelyet, megpróbálunk egy olyan környezetet találni, definiálni, ami picit úgy néz ki, mint a Hold környezete. Ott lesz egy leszállóegység, ami lehet, hogy most nagyon egyszerű lesz, de lesz, őnek is lesz egy számítógépes agya, ami tudja kommunikálni, lesz neki kommunikációs lehetősége, mint a megfelelő roverrel, ami hasonlóan fog kérdezni, csak nagyobb lesz, mint ő. A rovernek lesz szeme, tehát a képalkotást fogja tudni, ami már arra épül, ami a követelmény, ami ugye szépen le van írva hosszú tömött sorokban ebben a 64 óra szerződésben, ebből kivettünk néhányat, és ezt csomagoljuk össze, hogy ezt fogja tudni. Ha ez megvan, akkor a következő lépés a prototípusnak a elkészítése. Ami már azt fogja tudni, hogy tudni kell, de még nem lesz repülésre alkalmas. És azután fogjuk csinálni az igaz, ami menni fog. Ez a minimum, tehát ennél lehet, hogy több lépés is, ez a minimum, amit csinálni kell. Lehet, nem úgy volt, hogy legyünk, aztán nem készülünk. Ezeket csináljuk, menet közben kell csinálni összes többi dolgot még hozzá. A következő nagyságrendje, mint mondtunk, 1 méter lesz a maximum így, és 40-50 cm nincsen része. Mert azt hiszem 40, tehát körülbelül ez, 20 cm is lesz. Még nagyobb akadályokon fog tudni állni. Ez nem lesz felfújható, tehát ez még továbbra is egy ilyen viszonylag szilárd összeadható kütyű lesz, de mások nem. Azt szeretném kérdezni, hogy a Holdra juttatásnak a technikája. Hát azt gondolom, hogy az egy ekkora méretű tár esetén nem egy hétköznapi. Tehát most itt a kicsiségre gondolok elsősorban. Tehát egy rész, más rész meg hát ugye, hogy ez egy újfajta megoldást kívánhat. Én nem vagyok, nem értek ehhez, ami ez a hölgy ott Holdába tanult évekig, de hát úgy gondolom, hogy ez egy új aspektust is fölvetett talán ebbe a témába. Mindenképpen, de most mondok meg néhány számot, tehát vannak első becsléseink már, azt mondjuk, hogy 10-15 kg az a maximum, hogy megengedünk a kütyüvet. Nem szabad neki többet, nem, de inkább kevesebb. Ezt, hogy eljutassuk a Holdra, ehhez ugye kell, amiben belerakjuk, tehát kell a taxi, annak van saját tömege, a váza, a szerkezete, a antennája, az anyán, minden, ami kell. Plusz az üzemanyag, amivel ugye a földkörű pályától el kell jutnia a Holdig. Ennek az első becsült tömege olyan 300 kg körülben sokkal dolgokkal. Ahhoz, hogy egy 10 kg cuccot nem a földre, hanem a földkörű pályára elvinjük, ahhoz egy csomó minden más oda kell vinni. Ez a technika, ez a legnehezebb. Ezt könnyebb megcsinálni, mint ezt a taxit. Most ennek kétféle megoldási lehetőségét látjuk. Az egyik az, hogy mi minimum egy alaptervet, egy alapkoncepciót készítünk, és ha lesz elegendő anyagi forrásunk, akkor megépítetjük, mert mi nem tudjuk.
most ez egy nem triviális kérdés. A másik az, hogy nekem gond és tényleg próbáljuk összerakni. Most itt új dolgokat fejleszteni nagyon nem lehet, se idő miatt, nincs rá idő, se anyagi forrásom. Amit lehet csinálni, egy bizonyos, hogy a legót játszani. Tehát most nem akarom azt mondani, hogy belülünk a boltba, aztán veszünk hajtóművet, de majdnem így működik. Tehát vannak a piacon kapható hajtóművek, amelyek ma létező műholdak, pályamódosításait mindenit csinálják. Tehát hogyha ebből sikerül egy összekalapálnunk egy olyan, amit az egy gíriánk, akkor ezt a legószerűen össze tudjuk rakni, akkor a többi az tulajdonképpen a tartály ügyvezetére tervezése, illetve az üzemanyagnak a hozzáállása. Vannak menekülő utak, amik lehet. Ez egyik. A másik az, hogy azt mondjuk, hogy gyerekek kapkolunk, és valakit megkérünk, hogy milyen elben kérünk. Ez nem teljesen hajánál fogva előrágot. Ez a bizonyos asztalóti csapat, akiről már meséltem, ők kifejezetten most azt mondják, hogy gyerekek, van helyük. Egy kilót elviszünk 1.800.000 dollárért. Tehát egy 10 kilós cuccot 18 millió dollárért a vonók elvisznek a holdra, és még lesznek olyan galálok, hogy nem engedik ki elsőnek, hanem a saját csapat engedik ki elsőnek. De ez a nagyságrend, ez biztos, hogy ez nagyságrend hasonló, hogy ezt megcsinálni. Tehát ez is egy lehetőség, hogy összeállni akár velük, nekik elég előállapotban vannak a dolgai, akár másokkal összeállni. Tehát ezeket mi ugye későn indulók vagyunk, sok más társunk van egyetemben, tehát nem vagyunk az egyetemben, hogy ilyen viszonylag későn ugrottak neki a feladatnak, de ez még nem jelent semmit, mert sok lenne történt az állatban. De ez is benne van, de ez így van, ez egy nagy nehézség. Minden kutatásra kapcsolatos projekt egy kulturális projekt is volt. Az emberi kultúrának egy nagyon fontos része, és ezt emberek csinálják. Az emberek gondolkodnak, éreznek. Ugyanolyan ember, a mérnök is, vagy tudós is, mint mindenki más. Ugyanolyan szereti esetleg a sörbort, vagy a pálinkát, vagy a kolbászt, vagy akármit. Ugyanolyan nevet sír, gondja van, mint mindenki másnak, és ugyanolyan szereti a zenét, a testét, szeret, mint mindenki más. Ezt is szeretnék egy picit megmutatni, de készülünk is ilyen jellegű, hogy mondjam, műsorokkal, fellépésekről nem csak ismeretterjesztünk, hanem egy kicsit megpróbáljuk megmutatni, hogy a kultúra is hozzátartozik ehhez. És nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk.